Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon. Baranyában valamennyi kórház részt vesz a programban több oltóponttal. Hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 7-ig várjuk az oltásra érkezőket. Komoly szervező munkát igényel ez számunkra, hiszen ma nagyon nehezen tudjuk megmondani, hogy hányan fognak eljönni erre az oltásra. Mi nagy számú résztvevőre készülünk, éppen ezért plusz kapacitásokat is nyitunk és vonunk be ennek a programnak a keretében. Az oltópontokon 5 vakcina áll majd rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. Az akcióhéten előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet érkezni a kórházakba. Ez esetben az oltás érkezési sorrendben fog történni, és az első oltakozókat a helyszínen regisztrálják. A kormány megbízott azt mondja, továbbra is igaz, hogy az oltás életet ment. A klinikai kórházba intenzív osztályon és lélegeztetőn gépen lévők nagyon nagy arányban az oltatlanokból kerülnek ki. Úgyhogy csak arra tudunk mindenkit biztatni, hogy jöjjön ezen az akcióhéten, ezen az oltási akcióhéten, és oltakozzon Baranyában rengeteg helyen, valamennyi kórházunkban. Az oltási akcióhéten egyébként azok is érkezhetnek időpontfoglalás nélkül a kórházi oltópontokra, akik a harmadik oltásukat szeretnék felvenni. Mindenkinek ajánlott ennek felvétele, aki elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónap eltelt a legutóbbi oltása óta.